Fegyveres merényletet követtek el Donald Trump volt amerikai elnök és jelenlegi republikánus elnök jelölt ellen. A politikust a fülén talált el a golyó, amely miatt erősen vérzett, de komolyabb baja nem esett. Donald Trumpot egy kampánygyűlésen lőtték meg, ahonnan a biztonsági emberek pillanatok alatt kimentették. A volt elnök a saját lábán távozott, sőt a kezét magasba emelve jelezte is a támogatóinak, hogy jól van és folytatja a harcot. A merénylő egy 20 éves amerikai férfi volt, akit a helyszínen lelőttek. Később nyilvánosságra került róla egy videó, amelyen azt mondja, gyűlöli a republikánusokat és Trumpot. A merényletet világszerte elítélték. Most pedig jönnek a részletek. Donald Trump alig néhány perce beszélt a pennsylvániai kampánygyűlésen, amikor eldördültek a lövések. A volt amerikai elnök azonnal reagált és a földre vetette magát, majd azonnal körbevette több biztonsági ember is, hogy ne érhesse újabb találat. A közönségben több embert is találat ért, egyikük azonnal meghalt. Donald Trump ma a közösségi oldalán azt írta, nem hagyhatjuk, hogy a gonosz győzedelmeskedjen. Az egyik pillanatban még zavartalanul beszél, a másikban a füléhez kap, majd az emelvény mögé bukik Donald Trump azon a felvételen, amely a merénylet pillanatait örökítette meg. A republikánus elnökjelölt éppen egy választási gyűlésen tartott beszédet, amikor egymás után három lövés dördült. A tömegben azonnal kitört a pánik, mindenki a földre vetette magát. A lelátóról sírás és sikoltozás hallatszott, a színpad mellett pedig állig felfegyverzett katonák jelentek meg. Donald Trumpot biztonsági emberek fogták közre, és egy gyűrűt alkotva a testükkel próbálták védeni. A volt elnök végül a lövések után egy perccel jobb fülén és arca jobb oldalán hatalmas vérfolttal állt fel, de öklét a magasba emelte, hogy jelezze, jól van. Szájáról közben a fight, vagyis a harcoljatok szót lehetett leolvasni, mielőtt a közönség éjjenzése közben a testőrök az autójához kísérték. A rendezvény Donald Trump utolsó nyilvános választási gyűlése volt a Republikánus Párti országos jelölőgyűlés előtt. A kampányeseményen tízezrek vettek részt. Donald Trump alig 6 perce beszélt a szimpatizánsaihoz, amikor eldördültek a lövések. A merénylő azonban célt tévesztett, és a golyók a közönségben állókat találták el. Egyikük azonnal meghalt, két másik résztvevő pedig súlyosan megsérült. Donald Trump a merénylet után néhány órával hagyhatta el a kórházat. Vasárnap reggel New Jersey-ben már a saját lábán jött le repülőgépe lépcsőjén. Nem sokkal korábban a közösségi oldalán üzent, ahol megerősítette, hogy a lövés a jobb fülén érte, de csak könnyebben sérült meg. Meglőttek egy lövedékkel, amely a jobb fülem felső részét szúrta át. Azonnal tudtam, hogy valami nincs rendben, mivel sistergő hangot hallottam, lövéseket, és azonnal éreztem, ahogy a golyó átszakítja a bőrömet. Fogalmazott a republikánus elnökjelölt, aki megköszönte az amerikai elnökök védelmét is ellátó titkos szolgálat gyors reakcióját, és részvétét fejezte ki a halálos sérülést szenvedő áldozat családjának. Vasárnap délután Donald Trump újabb bejegyzést tett közzé közösségi oldalán. A volt elnök azt írta, köszönöm az imákat, hiszen csak is Isten akadályozta meg, hogy megtörténjen az elképzelhetetlen. Nem hagyhatjuk, hogy a gonosz győzedelmeskedjen, soha nem volt még ennyire fontos, hogy egységesek, erősek és elszántak maradjunk, és amerikaiként megmutassuk valódi jellemünket, mint most. Donald Trump az írást azzal zárta, alig várja, hogy felszólalhasson pártja jövő heti jelölőgyűlésén, a wisconsini Milwaukee-ban, ahol a republikánusok hivatalosan is elnökjelölté választják.